Már húsvéti hangulatban a Városháza előtti terület Nyírbogáton. Az ünnep közeleg, az önkormányzatnak azonban ettől függetlenül is bőven van tennivalója a mindennapok során. Itt is komoly feladatot jelent az, hogy a lehető leggazdaságosabban üzemeltessék a település intézményeit. Év elején fogadta el a városvezetés a 2023-as költségvetést. Idén több mint 3 milliárd forintos főösszegből gazdálkodhat Nyírbogát, amellyel kapcsolatban Simonné Rizsák Ildikó polgármester elmondta, az összeg a korábbiakhoz képest nagynak tűnik, de a megnövekedett kiadások miatt erre szükség van. Próbáljuk nyomon követni, hogy honnan is származnak a magas havi energiaszámlák. Ez vonatkozik elsősorban nálunk a gázszámlákra. A önkormányzatunk olyan szerencsés helyzetben van, hogy szinte minden intézményünk napelem van, hogy az energiaárak viszonylag mérsékeltek. A fűtést az idei évre, illetve a tavalyi évben már korszerűsítettük, ha ez korszerűsítésnek számít, hiszen mindenhol átálltunk a fatüzelésű fűtésre, ezzel a magas, igen magas gáz áraknak az emelkedését próbáltuk kivédeni. Önkormányzatokat sajnos az energiaválság jobban érinti, mint a lakosságot, hiszen a lakosság azon szerencsés helyzetben van, hogy ők a kötött kormány által garantált fogyasztói árakat fizetik, az önkormányzatok viszont az energiapiacról szerzik be közvetlenül az energiákat. Fejlesztések ugyanakkor idén is lesznek Nyírbogáton. Újra aszfaltozzák hamarosan a Rákóczi utcát, ahol a Magyar Falu programnak köszönhetően járdát is építenek. Európai Uniós támogatásból az óvoda is átalakul szinte teljes egészében. Lebontják a régi fő épületrészt, helyette újat építenek, így a meghagyott hátsó szárnyal együtt két csoportszobával bővül az intézmény. A csapadékvíz elvezető rendszer negyedik ütemének építése is ebben az évben valósul meg a városban. Szerencsésnek mondható, hogy nyertes top pluszos pályázatokat tudhatunk magunkénak, ezért is ilyen magas a költségvetési összegünk. Itt elsősorban az óvoda megújulására gondolok, egy új óvoda épülhet Nyírbogáton a területi operatív programnak köszönhetően, illetve több utat tudunk felújítani, és az idei évben is folytathatjuk a csapadékvíz elvezetésnek a rekonstrukcióját, a felújítását. Én azt gondolom, hogy az idei év a többi évhez hasonlóan munkával fog eltelni. A pályázatok megvalósítása már az elmúlt években is kihívást jelentett, részben az építőiparban tapasztalható árváltozások miatt, részben ugye megküzdeni a piaccal. Nem csak közintézmények és utak, hanem templomok is újulnak meg idén Nyírbogáton. Top turisztikai megnyert pályázatnak köszönhetően korszerűsítik a görögkatolikus templomot, melynek harangtornya egyben kilátóként is funkcionál a jövőben. Hamarosan pedig a református templomnál is megkezdődnek a munkálatok, ott az épület külsőt fejlesztik, csak nem 100 millió forintból.